Sziasztok, Barbara vagyok, a Narcisz Coach, és sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai videómnál, ahol nagyon sokszor fogom elmondani a figyelmeztetést, hogy természetesen nem ez a legjobb tanács, ami annak adható, ha valaki egy narcisztikus típusú egyénnel van kapcsolatban. Mégis sok-sok kérést kapunk, én is, Szemveknén is sok ilyen kérést kapott, hogy azoknak az embereknek, akiknek vagy nincs más választása, vagy valamilyen vallási, vagy valamilyen egyéb oka van rá, például az, hogy ő maga is lehet, hogy egy invert narcisztikus, vagy pedig tényleg szereti a narcisztikust, mert ilyen is van, hogy egy egészséges vagy kódependens ember, inkább kódependensnek gondolnám, ő csak úgy érzi jól magát, ha azzal a narcisztikus emberrel él. Sok ilyen ügyfelem van coachingban, aki felkeres, és azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy ez az egész így nem egészséges a számomra, én mégis így akarom folytatni, ebben akarok benne élni, erről beszéljünk, hogy hogyan lehet könnyebbé tenni az életünket, vagy önmagamat hogyan tudom egy kicsit jobban megvédeni ebben a kapcsolatban, és akkor nyilván azon dolgozunk. Szóval vannak emberek, akiket az érdekel, vagy esetleg abban a fázisban vannak jelen pillanatban, akár tudatossági szinten, akár érzelmi szinten, hogy ők szeretik a narcisztikus, vagy kénytelenek benne maradni a kapcsolatban. Na, nekik készül ez a mai videó, hogy mi az az 5 legfontosabb alapelv, az a to-do lista, hogy mit tegyél, vagy ne tegyél annak érdekében, hogy meg tudjál tartani egy narcisztikust. Ha szeretnél még ilyen videókat a narcizmusról, kérlek, segítsd a munkámat, küldetésemet, hivatásomat azzal, hogy nyomsz egy lájkot, vagy ajánlod másnak is ezeket a videókat, hogy minél többször dobja fel a YouTube, hogy mások is rátalálhassanak, hiszen ez a tudás ingyen van. Én úgy gondolom, hogy a tudás hatalom, és rengeteg olyan levelet kapok tőletek, és köszönöm szépen ezúton is, ahol megköszönik emberek, hogy sok-sok változást indítottak el benne a videók, felismerést hoztak meg. Jó, ma arról van szó, hogyha egy narcisztikust szeretsz, vagy narcisztikussal vagy kötelékben, és az a célod, hogy veled maradjon, akkor milyen tippek, milyen megoldások jöhetnek szóba a narcisztikus kapcsolat kezelésére. Egy kicsit azt is mondtam tréfásan magamnak, hogy egy kicsit mazohistáknak is szól ez a videó. Neked akkor, ha te szereted a te narcisztikusodat, és nem akarod a narcisztikusodat, és nem akarod, hogy elmenjen. Ha azt szeretnéd, hogy ott maradjon az életedben, ez nem csak romantikus kapcsolatban lehet egyébként, lehet egy jó barátod, ahogy nekem is volt annó, mikor ezt a csatornát létrehoztam, aki a barátom volt, és vele nem akartam megszakítani a kapcsolatot, egyébként a mai napig kapcsolatban vagyunk, csak átalakult ez a kapcsolatunk. Vagy ha azt szeretnéd, hogy ez a narcisztikus, aki lehet amúgy családtag is, ott maradjon az életedben, mert amikor együtt vagy vele, akkor sokkal inkább úgy érzed, hogy élsz. Szemveknén videóját hoztam el nektek, mutatom Szem legismertebb könyvét, a Malignant Self-Love-ot. Ez a leghíresebb könyve, angol nyelven lehet csak megvenni, megtalálod az interneten, és természetesen az ő gondolatait osztom meg, kicsit az enyémekkel megspékelve, ma úgy látszik, nem annyira megy a fogalmazás, megspékelve ezzel a témával kapcsolatban. Ha úgy érzed, hogy a világ tele van színekkel, ha narcisztikussal vagy, amikor viszont elmegy, akkor minden fekete-fehér, ha nincs ott, ha elhagy, akkor érintett lehetsz ebben a videóban, hiszen azt éled meg, hogy tompa és unalmas lesz a világ, túlságosan kiszámítható lesz. Hiszen azt tudjuk, hogy a narcisztikus izgalmat hoz az életbe, néha kellemes borzongást, újdonságokat, kalandot. Ezért olyan nehéz a szakítás, és ezért olyan nehéz nélküle, ezért olyan nehéz utána, ezért olyan nehéz a gyógyulás a narcisztikus kapcsolatból. A narcisztikus ugyanis a te idealizált énedet tükrözi vissza. Ugye emlékszel a tükörszobáról, most már több videóban említettem, meg tudod hallgatni itt a csatornámon azt a hosszú, közel 3 órás Szemveknén előadást Budapesten, 2 van fönt, meg fogod találni a hosszabbikat, tolmácsokkal,
akik ahol Sam elmagyarázza, hogy mi ez a tükörszoba, tulajdonképpen amikor a narcisztikus világába belépsz, az életébe belépsz, megnyit neked egy tükörcsarnokot, ahova ha te belépsz egy tükörcsarnokba, ahol minden tükör alul, fölül, körbe, jobbra, balra, akkor mit látsz? Természetesen magadat. Tulajdonképpen egy narcisztikusba önmagadat szereted meg. Mert hogy olyan feltétel nélküli szeretetet érzel önmagad iránt, kicsit ez is narcisztikus, ha belegondolsz, nem? Szóval olyan feltétel nélküli szeretetet érzel, amit vélhetően soha nem éreztél. És ezt csak, szem szerint, csak egy narcisztikus tudja nekünk megnyitni, ezt a tükörcsarnokot, a baj azzal van, hogy nála van a kulcs, és amikor akarja, elzárja. Szóval a narcisztikus a te idealizált énedet tükrözi vissza, főleg kezdetben. A narcisztikus által van, sok ügyfelem megerősíti ezt, hogy elkezded magad szeretni, vagy legalábbis az életedet. Sokan mondják azt, hogy én igazán mellette voltam nő, vagy férfi. Mellette teljesedtem ki. Mellette találtam meg önmagam. Ez az érzés erősen függőséget tud okozni. Ezért most azt tanítom meg neked, szemveknének keresztül, hogyha ez a szándékod, hogy hogyan tartsd meg a narcisztikust, hogyan ne veszítsd el, hogyan biztosítsd be, hogy a narcisztikus sok időt legyen veled, addig, ameddig te szeretnéd. De. Mielőtt ezt megteszem, jöjjön a figyelmeztetés. Ez tényleg fontos. 1995-ben pont Sam Vaknin volt az, akkor kezdett ezzel a témával foglalkozni, aki előállt a no-contact stratégiájával. Te már jól ismered a no-contactot, megnézted itt a videóimat ezzel kapcsolatban, tudod, hogy ezt ő vezette be. A no-contact pedig no-contact, ugye, mikor szakítottam egy narcisztikussal, és semmit nem tudok róla, nem követem a közösségi médián, nem szerzek infókat, nem nyomozok, tényleg letiltottam mindenhonnan, no-contact van, nem válaszolok az e-mailjére sem, nem fogadom el a virágcsokrot, levelet, semmit. Ezt a fogalmat tehát Sam Vaknin vezette be. Amiért nagyon-nagyon nagy árat fizetett, hiszen még 10 évvel később is, 2004-ben is az egész szakma, pszichológusok, pszichoterapeuták, párterapeuták mind támadták emiatt. Azt mondták, hogy a no-contact stratégiája egy kegyetlen stratégia, hogy szükségtelen, hogy nem jó. Napjainkban azonban, ha egy kicsit körülnézel az interneten, azt látod, hogy a no-contact standard tanács. A legelterjedtebb megküzdési stratégia a narcisztikus kapcsolatban. Ha napjainkban valaki elmegy egy terapeutához, tanácsadóhoz, akkor ők is ezt fogják mondani, én is ezt tanácsolom a legtöbb esetben, hogy amennyiben lehetőséged van rá, akkor vágj el minden szálat, menj el, párologj el, szakíts meg a kapcsolatot a narcisztikussal. Tehát napjainkban ez a legjobb tanács, ha tényleg valaki narcisztikus. És a spektrumon nagyon-nagyon a jobb szélen van, tehát 8-astól fölfelé, 9-es, 10-es. Még mindig ez a legjobb tanács. Sokkal jobb, mint a szürke szikla, ugye szürke szikláról is találsz videót, vagy low contact, vagy no contact, meg a low contact. Ugye a low contact vagy a szürke szikla az az alacsony kapcsolat, a diplomáciai kapcsolat, érzelemmentes, ha például gyereketek van, vagy közös vállalkozásotok maradt, akkor muszáj valamilyen szintű kapcsolatot fenntartani. Azt mondja Sam, hogy sokkal jobb, mint a szürke szikla, vagy bármilyen egyéb színű szikla. Sokkal jobb, mint a tükrözés, amelyet szintén Sam Vaknin vezetett be, és abban a hosszú videójában, a majdnem 3 órásban beszél is erről, hogy ez is egy módszer, hogy tükröz vissza neki, majd itt is fogunk ma is erről még beszélni. Sokkal jobb a no-contact, mint bármilyen más ismert technika, metódus, amellyel manipulálni akarjuk a narcisztikust, vagy meg akarunk birkózni a helyzettel. Sétálj el még akkor is, ha a narcisztikus a saját fiad, a lányod, a férjed, vagy akár valamelyik szülőd, azaz az édesanyád vagy édesapád, mondja Sam Vaknin. Ha ugyanis kapcsolatban maradsz a narcisztikussal, akkor szépen lassan, de folyamatosan mérgezed magad, ami nagyon gyakran szomatizálódik, betegségeket is okoz, mentálisan vagy fizikálisan. Mert a narcisztikus olyan, mint egy mérgező béka. Esztétikailag lehet, hogy csábító,
de ha megérinted a bőrét, akkor megmérgez. Fokozatosan, szinte észrevehetetlenül. Addig csinálja, míg össze nem zsugorodsz, el nem hervadsz, vagy meg nem halsz, mint egy növény, amit nem öntöznek soha. De mégis, miért kívánna valaki ilyen sorsot magának? Van néhány ember, főként nők, akiknek olyan érzelmi alapszükségleteik vannak, amelyeket a legjobban egy narcisztikus tud kielégíteni. A narcisztikustól kapják meg azt, amit mástól nem tudnak megkapni. Lehet, hogy az az igényük, hogy örökké anyák legyenek, és a narcisztikus úgy viselkedik, hogy ezzel a nő ki tudja élni az anyai ösztönét, tekintve, hogy a narcisztikus belülről csak egy tini, vagy inkább gyerek, aki megállt a fejlődésben. De vannak olyan nők, akik félnek az intimitástól, akiknek a kötődése ilyen szempontból diszfunkcionális. Ők is remekül passzolnak a narcisztikushoz, azokra gondolok, akiknek a kötődése valahol a semmi és a diszfunkcionális között van. Lehet, hogy ezek a nők is kicsit pszichopaták, vagy antiszociálisak, szeretik az újdonságokat és az izgalmakat, és az impulzus kontrolljuk sincs a toppon. A narcisztikus mellett ezt mind megkapják, ezek a vágyai kielégítésre találnak bőségesen. Vannak olyan emberek is, akiket éveken át diszfunkcionális kondicionálással gyakorlatilag arra neveltek, hogy felnőtt korukban narcisztikust választanak maguknak. Ők ugye a kódependensek a legtöbbször. Nekik ajánlom a TKAK Express-t, ugye, ami december 31-én indul, és mindössze 3 hétvége alatt 4-4 órában reggel 7-től 11-ig, egyik nap csak a hétvégén, elvégezheted az egyébként 3 hónapos kurzust, és most akció van rá, ilyen még nem volt. Most először van ilyen express, hogy mindössze 3 hét alatt ugyanazt a tudáscsomagot megkapod, hogy tudjál gyógyulni. Ez nem azt jelenti, hogy szakítanod kell, hanem jobban meg fogod tudni magad védeni, képes leszel határokat állítani, és van egy teljesen új képzés, aminek az a neve, hogy kódependens gyors talpaló, ami december 2-án szombaton indul reggel 9-től 9.45-ig, és 4 alkalommal fog lemenni, karácsony előtt befejezzük, és ez most jelképes áron egyszer idén az én karácsonyi ajándékomként 30 ezer forintért elérhető a több százezres képzési díj helyett. Nagyon komoly tudásbázis, több mint 100 oldalas PDF, rengeteg munkánk van mögötte, gyere el! És ugye itt van a gyorsítósáv 2. január 20-án szombaton indul, reggel 7 és 9 óra között lesz, ahol a sématréning 1 és a sématréning 2-t tanulod, összesen 36 modult, egyéves képzést végzel el 5 hónap alatt. Erre is van most akció december 31-ig, hogy séma tudatossá válj. A sémák ismerete nélkül nem nagyon fogod érteni, hogy mi történik veletek. Nagyon fontos, hogy a sémáiddal, meg a partnered, gyerekeid sémáival egyenesbe kerülj, értsed, hogy miért működtök így, megismert a sémakémiát, stb. Én ezt edukációs szinten tartom, nem terápiát tartok, megismertetlek a sémákkal részletesen, és azzal, hogy hogyan küzdesz meg vele, ezt fel tudod ismerni. Szóval, ezek az emberek úgy lesznek kondicionálva, hogy felnőtt korukban narcisztikust választanak. Nyilván befolyással van a környezetben megélt tapasztalat abban, hogy nyílt, vagy rejtett, vagy szomatikus, vagy cerebrális narcisztikust választasz. A lényeg, hogy a legtöbb esetben valamilyen narcisztikus akad fönt a hálón. Ugye vannak alfajok, például az előbb említett rejtett narcisztikus alfaja, aki meg akkor érzi jól magát, ha a párja narcisztikus, ezek az invert narcisztikusok, aki lehet nő is, férfi is, akik mindig narcisztikus mellett kötnek ki, és narcisztikus mellett érzik jól magukat. Ők azok, akik sütkéreznek a narcisztikus, nyílt narcisztikus dicsőségében mondjuk, aki narcisztikus forrásához ebből az elsődleges narcisztikusból jut. Tehát ők az invert narcisztikusok, a fordítottak.
Ő a hold, a narcisztikus a nap. Az ő fénye csupán visszatükröződ, és ők mindig narcisztikust keresnek. Nem általánosíthatunk tehát, és nem mondhatjuk azt, hogy senkinek nem szabad együtt élnie a narcisztikussal semmilyen körülmények között. Van az embereknek még egy kicsi csoportja, és szintén többnyire nők tartoznak ebbe a csoportba, akik számára a narcisztikus az egyetlen megoldás. Ezeknek a nőknek szeretnék segíteni azzal, meg férfiaknak is természetesen, hogy adok néhány tippet arra vonatkozóan, hogy hogyan tartsák meg, ha akarják a narcisztikust. Benfentes tippeket, ha úgy tetszik, használati utasítást adok a narcisztikushoz, ahhoz, hogy hogyan tartsd meg, és hogyan tedd boldoggá, hogyan érd el, hogy maradjon. Van mini videótréning sorozatom, nagyon rövid, 8-10 perces kis videókból áll, 8 videóból, az így kezeld a narcisztikust, és a narcisz kapcsoló, ha érdekel, írjál, a címünkre meg tudod vásárolni ezeket, vagy a honlapról is megvásárolhatod a narciszcoach.hu honlapunkról. Ahhoz, hogy ezeket, ott is vannak ilyen tippek, mint amikről ma szó lesz, ahhoz, hogy ezeket megértsd, és megkapd, van néhány kikötésem. Az egyik, hogy ne maradj mellette, ne akard magad mellett tartani akkor is, ha a bántalmazása miatt például poszttraumás stressz szindróma fenyeget, folyamatosan tüneteket produkálsz. Mielőtt ezek a hatások berögződnének, hagyd ott, még mielőtt a gyerekeiteknek kell meginni az egész levét. Ez tehát a tanácsom, és szembeknén tanácsa nektek. Ha azonban ragaszkodsz a maradáshoz, még akkor is, ha ez egyáltalán nem szolgálja az érdekeidet, sem a számodra legkedvesebb, legfontosabb emberek érdekeit sem, akkor íme a túlélés menüje. Először is beszéljünk 5 olyan dologról, amit tegyél vagy ne tegyél. Vannak ugyanis bizonyos dolgok, amelyekkel kivívhatod a narcisztikus haragját, ugye pont tegnap készítettem a narcisztikus dűről egy videót, ami egészen más, mint egy sima harag. Ha valaki ezt már megélte, az tudja, hogy miről beszélek. Kiprovokálod a dühét, ugye főleg, ha olyan gombokat nyomogatsz rajta, tudat alatt, vagy óhatatlanul, ami bekapcsolja benne a szégyenét, ő egy szégyen alapú ember, a csökkent értékűség szégyen sémát, a 4-es számú sémát, vagy az elhagyatottság sémát, nagyon gyakran ő ezt grandiozitással kompenzálja túl, azaz dühkitöréssel reagál. Így, ha kiprovokálod a bántalmazást, az durva lehet, akár halálos is lehet. Tehát ez tényleg egy komoly figyelmeztetés. Én hallottam már nagyon-nagyon nehéz történetekről a praxisom, a coaching praxisomban, a coachingjaimban. Egyébként coachingra tudtok hozzám jelentkezni, az iroda.lifechanger@gmail.com-on adunk időpontot, de a honlapon is foglalhatsz önmagadtól. Vannak bérletek, 5 alkalmas, 10 alkalmas, ami sokkal kedvezőbb, a narciszcoach.hu-n tudsz hozzám időpontot foglalni. A januárra szeretnél, kérlek, tedd meg mielőbb, mert januárban van a legnagyobb kereslet a támogatások iránt, pszichológusok, pszichiátereknél is ilyenkor van tele a naptár. Ilyenkor határozza el a legtöbb ember, hogy most már aztán elég, új, bántalmazásmentes életet szeretnék. Hozzám is ilyenkor nagyon sokan jönnek, úgyhogy kérlek, előre foglald be az időpontodat, amit vagy e-mailben kérhetsz, vagy magad megtehetsz a narciszcoach.hu weboldalon. Nem jó kiprovokálni a bántalmazást a narcisztikustól, mert nem jó a narcisztikus ellenségének lenni. Nem akarod, hogy üldözzön, hogy bántson. Nem akarod, hogy úgy érezze, hogy te szándékosan frusztrálod őt. Van tehát 5 dolog, amit vagy ne tegyél, vagy tegyél meg annak érdekében, hogy például ne provokáld ki ezeket a dürohamokat. 1. Az elsőt mondom. Az egyet nem értés. Ne mondj neki ellent. Soha. Ne kritizáld. Soha. Ne beszélj hozzá feleslegesen. Csak legyél ott, bólogass. Hízelegj neki. Csodáld. Tükrözd vissza. Emlékeztesd a narcisztikust a grandiózus pillanataira, az elért eredményeire,
ismerd el a párperces hírnevét is. Ez a feladatod, ha bele vagy. Egy külső memória vagy. Egy raktár vagy, ahol az összes régi narcisztikus forrás le van rakva, te pedig így a másodlagos forrást folyamatosan biztosítod. Szabályozod a narcisztikus forrás áramlását a narcisztikus életébe. Ezt azonban nem tudod megtenni, ha nem bólogatsz neki, ha nem értesz vele egyet. Ha ellent mondasz neki, ha kritizálod, akkor meg főleg nem. Az nem jó. Ez volt tehát az első. Második. Hú, ez nagyon meg fog rémíteni néhány embert, vagy érzékenyen fog érinteni, de igaz. Soha ne kínálj intimitást a narcisztikusnak. Ha ő akar, ha ő kér, az más. De te ne kínáld fel. Ebbe beletartozik az is, hogy soha ne adj neki tanácsot. Soha ne kínáld fel neki magadtól a segítségedet. Soha ne mondd neki, ha neked más nézőpontod van. Ne javasolgass neki dolgokat. És figyelj, ne mondd neki, hogy mennyire szereted. Egy normális kapcsolatban, egy nem narcisztikussal ez alap. Én is minden nap megírom, elmondom a páromnak, hogy mennyire szeretem. De ő nem narcisztikus. A narcisztikusnak ne mondd el. Több ügyfelem, nem egy, több tucat férfi és nő meg tudná erősíteni, hogy amikor ez elhangzott a szájából, ott valami megtört. Onnantól más lett a kapcsolat. Soha ne öleld meg őt hirtelen, impulzívan, váratlanul, kontrollálatlanul, ne ugorj a nyakába, mert az intimitás a narcisztikus számára fenyegető. Ha tanácsot adsz neki, vagy felkínálod a segítségedet, akkor úgy gondolja, hogy te úgy gondolod, hogy felette álló vagy, azáltal, hogy te tudsz valamit, amit ő nem tud. Ha egy olyan nézőponttal állsz elő, amivel ő eddig nem állt elő, akkor az azt jelenti, hogy nem ő vette számba az összes nézőpontot. Ezért nagyon gyakori, hogyha valamit elmondasz, és ő azt elfogadja, vagy beépíti az életébe, akkor legközelebb úgy fog cselekedni, mintha azt ő találta volna ki, holott te találtad ki valójában, ha ez sikerül valahogy átültetned neki. Mivel ő istenszerűnek képzeli magát, aki mindent lát, aki mindent tud, aki mindenható, ő úgy van vele, hogy te semmit nem tudsz hozzáadni a dolgokhoz. Nincs olyan, amit csak te tudsz, és ő nem. Nincs olyan, amit csak te látsz, és ő nem. De ha te próbálod bizonygatni ennek az ellenkezőjét, akkor kétségbe vonod a grandiózusságát. Aláásod azt, ahogy ő látja magát, az én képét. Destabilizálod az ingatag belső egyensúlyát, amelynek a kialakításához több évtizedre volt szüksége. Ez rossz hír, ugyebár, mert ez annyit tesz, hogy te leszel a rossz hír a számára. Az intimitással ugyanez a helyzet. Mivel ha intimitást kínálsz neki, akkor azzal azt üzenet tudatalat, hogy én ismerlek. Az intimitás a másik ember ismeretén alapul. Egy teljesen idegennel nem lehet intimitást kialakítani. Az intimitás akkor alakul ki és fejlődik, annak a mellékterméke, ha két ember megismeri egymást. A narcisztikus, az Isten, viszont kiismerhetetlen, megismerhetetlen. Ki vagy te, hogy ismerd őt? Nem vagy ehhez elég intelligens, ő így gondolja. Nincsenek meg ehhez a szükséges képességeid, készségeid, hiszen ő feletted áll, mindig hierarchia van. Sokkal magasabban van, mint te. Olyan, mintha egy hangya próbálna megérteni egy emberi lényt. A köztetek lévő szakadék hatalmas. Te csak egy csimpánz vagy, ő meg egy ember. Esélyed sincs arra, hogy valóban megismerd. Sejtéseid lehetnek, de igazán sosem ismerheted meg. Arról nem beszélve, hogy az intimitás egy olyan dolog, amit mindenki csinál. A narcisztikus pedig soha nem akar átlagos lenni. Mert az lehúzza őt az átlagos emberek szintjére. Az neki egy szitok szó, átlagosnak lenni.
Így, ha intimitást kínálsz neki, akkor azzal azt üzened, hogy ő is ugyanolyan, mint bárki más. Hogy ő hétköznapi, átlagos, és ettől nagyobb sértést el sem lehet képzelni. A narcisztikus két dologra düvel reagál általában. Arra, ha ignorálják, illetve arra, ha közvetve vagy közvetlenül azt sugallják neki, hogy nem különleges. Az intimitással pontosan ezt éred el. Azt sugallod, hogy a narcisztikus nem különleges, és azt is, hogy valaminek a szűkében van. Hogy megfogható, kézzel fogható, hogy ő csak egy ember, semmi több. A narcisztikus azonban nem emberként tekint önmagára, hanem egy tökéletes gépre vagy mint Istenre. A következő tanács. Nézd csodálattal rá. Minden olyan dologra, amely számít neki, ugyanígy. Ha például hangsúlyt helyez a szakmai teljesítményére, arra, amit elért, akkor bármikor, amikor említést tesz a munkájáról, vagy a teljesítményéről, nézd rá döbbenten, csodálattal, mintha beléd csapott volna a villám, legyél lenyűgözve a teljesítményétől, csodáld, dicsérd, borulj le előtte, az istensége előtt. Ja, ne félj attól, hogy túlzásba viszed. Nyugodtan írd meg a sztorikat itt a videó alatt kommentben, ha jártál így, vagy bármelyik pont bevált. Nem kell bújtatva csinálnod, nem kell finomkodnod, vagy óvatoskodni. Legyél minél nyilvánvalóbb ebben. Annyira nyílt és annyira manipulatív legyél, amennyire csak tudsz. Túlozz, amennyire csak tudsz. Legyél olyan, mint egy karikatúra. A narcisztikus nem fogja észrevenni, hogy rájátszol. Hízelgő csodálattal bárhova eljuthatsz nála, hiszen fejben ő egy gyerek, szinte egy kisbaba, egy bébi, egy csecsemő. Ha a jó kinézet az, a külsőség, az öltözködés, a testalkat, ami számít neki, szomatikus, akkor mondogasd neki, hogy mennyire jó képű. Ha a szakmai teljesítmény, akkor mondd azt neki, hogy mennyire zseni ő a munkájában. Ha a csábítása fontos a számára, akkor mondd azt neki, hogy ő egy ellenállhatatlan. Add alá a lovat ezekben a képzelgésekben. Intézd úgy, hogy fokozódjanak benne ezek az érzések. Mutasd meg neki, hogy a nagysága milyen hatással van rád, hogy ő mennyire istenszerű, és ez hatással van rád. Mutasd meg neki, hogy hála neki, te is mekkora átalakuláson mentél keresztül, csupán a jelenlétének köszönhetően, dicsőítsd őt. Negyedik. Ez egy érdekes dolog lesz. Soha ne emlékeztesd a narcisztikust a valóságra, a való világra, arra, hogy milyen az élet idekint. Mert ő itt él, a fejében él, a fantáziájában él. A valóság és a narcisztikus grandiózus fantáziája nem férnek össze. A valóság fáj neki. A valóság megsebzi, árt neki. A valóság emlékezteti őt arra, hogy valójában ő milyen kicsi, és nem is olyan okos, mint ő gondolja, hogy gyarló és esendő, aki szintén követel hibákat. Soha ne emlékeztesd a narcisztikust az esendőségére. Ne emlékeztesd a valóságra, mert utálja azt. Ő el akar szakadni, le akar válni a valóságról, visszavonul a valóságtól, hiszen a valóság tesztje is károsodott. A valóság helyett ezért egy fantasztikus buborékot épít fel, és ott lakik. Ebben a buborékban, a grandiózusság közepén. Ha rejtett narcisztikus, akkor fejben van meg ez a grandiózussága. Ha nyílt, akkor ez látható. Alapvetően fontos számára, hogy ne legyen kapcsolatban a valósággal, mert megerősítési torzításai vannak. Így működik. Szűri az információkat. A számára káros, hátrányos adatokat, a kívülről érkező mortifikációt, a többi ember általi megaláztatást vagy sértéseket, azokat az embereket, akik kétségbe vonják, kritizálják, vagy nem értenek egyet vele, ezeket kiszűri. Úgy tesz, mintha ezek sosem történtek volna meg. Hát te se emlékeztesz ezekre, ha vele akarsz maradni.
Az utolsó, ötödik, neted tanács a következő. Ne tégy rá olyan megjegyzést, amely közvetlenül negatív hatással lehet az én képére, ami kétségbe vonhatja az ő vélt mindenhatóságát, minden tudását, a képességeit, a készségeit, a szakmai hozzáértését, vagy a mindenütt jelenlévőségét. Hiszen ő mindent tud, ő mindenütt ott van, ő mindenható, ő a leg, a legtökéletesebb, a legnagyszerűbb, a legjóképűbb, a leg. Erősítsd meg ebben, fogadd el ezt, támogasd ebben. A következő mondatokat azonban ne mondd, ne használd egy narcisztikusnál. Öt ilyen mondatot fogok mondani. Úgy hiszem, hogy nem vetted észre. Ezt ne mondd. Úgy hiszem, hogy nem vetted észre azt, hogy. Lehet, hogy hibáztál abban, hogy. Ezt sem mondd, ez a második. Lehet, hogy hibáztál. Nem tudom, hogy tudod-e, de ezt sem mond, ez rossz, nem jó, narcisztikus betriggereled vele. Nem voltál itt tegnap, nem jöttél meg időben, nem voltál itt tegnap, ugye? Az sem jó, és végül az ötödik, ezt nem kéne tenned. Nem kéne ezt tenned, vagy ezt te nem teheted meg. Oké? Ezeket a mondatokat, szavakat, sértőnek veszi, udvariatlannak, úgy érzi, hogy kétségbe vonod őt magát, megbántod, frusztrálod, hogy a rossz akarója vagy. Te vagy az, aki őt üldözi. Menekülni fog előled, vagy elkerül, vagy bánt. Mert azt érzékeli, hogy te tönkre akarod tenni, ugye fekete-fehér látásmód van ilyenkor. Azt gondolja, hogy egy idióta vagy, aki arra se képes, hogy felfogja, hogy ő mennyire csodálat. Ha nem vagy képes arra, hogy felismerd a narcisztikus tökéletességét, nagyszerűségét, zsenialitását, ellenállhatatlanságát, akkor biztos, hogy valami baj van veled, gondolja. Azt gondolja akkor, hogy lehet, hogy hibázott, amikor téged szemelt ki partnerének. Mert te nem lehetsz méltó partner. A narcisztikus nagyon rosszul reagál a korlátozásra. Főleg a szabadsága korlátozására, ahogyan arra is, ha valaki kétségbe vonja a grandiózusságát. Általánosságban elmondható, ez is egy fontos tanács, egy narcisztikus kapcsolatban ne kezdj mondatokat az én szócskával. Azzal, hogy én, enyém, engem. Oké? Mert te a számára nem létezel. Te a fantáziájába vagy. Te nem vagy egy önálló, független személyiség a narcisztikus elméjében. Nincs személyes autonómiád. Te csak az ő kiterjesztése vagy, szolgálója vagy. Te nem vagy különálló tőle. Össze vagy olvadva vele, így lát. Te egy felépítmény vagy, amely az ő agyában, elméjében létezik, amit ő hozott létre. Te egy belső tárgy vagy neki, ugye a tárgy az mindig embert jelent a pszichológiában. Minden egyes alkalommal, amikor viszont azt mondod, hogy én, akkor azzal arra emlékezteted, hogy te rajta kívülálló vagy. Hogy nem ő irányít minden szempontból. És ebbe benne van az is, hogy egyszer majd megsebzed azzal, amitől ő fél, hogy elhagyod. A narcisztikus fél az elhagyástól és a szeparációtól, ez az egyes számú séma a sématréningen. Ha párban jöttök el a sématréningre, az egyik fél számára ingyenes a tréning, akkor mind a ketten séma tudatossá válhattok. Megérthetitek, hogy ez az egyes számú séma miért van a sor elején, mert ez nem Disneyland, ez az egyik legbrutálisabb séma, az elhagyási séma, és ettől fél a narcisztikus, a borderline-nak ez a fő sémája, és gyakran a kódependensnek is, csak máshogy küzdenek meg ezzel a helyzettel. A narcisztikus nagyon fél az elhagyástól és szeparációtól, mivel ők itt fejben kisbabák. És tudod, a kisbabák félnek az elhagyatástól, hiszen ott dolgozik bennük a szeparációs szorongás. Azt hiszik, hogy ha nem látják az anyjukat, akkor ő már nem is létezik. Ezért ne említs soha a narcisztikusnak, hogy te egy különálló, független entitás vagy. A narcisztikus a saját maga kiterjesztéseként tekint a fontos emberekre. Az internalizációs folyamataik összekuszálódtak. Nem differenciálnak megfelelően,
nem tudnak megfelelően különbséget tenni maguk és a világ között, a fantázia és a valóság között. Ilyen szempontból mondhatjuk nyugodtan, hogy pszichotikusok, hiszen összekeverik a belső és a külső tárgyakat, a valóságot és a fantáziát. Mondok erre egy példát, ha a narcisztikus rosszat álmodott veled, azt álmodta, hogy megcsaltad, akkor lehet, hogy büntetni fog a valóságban, mikor fölébredtek vagy találkoztok, mert ő ezt igaznak éli, meg összekeveri a fantáziáját, vagy a belül történteket, az álmot a valósággal. Remélem, hogy ez így érthető. Ezek voltak azok a dolgok, amelyeket nem szabad, vagy megszabad, vagy meg kell tenned. De akkor mégis ugye mit ajánlatos tenni? Hogyan érheted el még, hogy a narcisztikus tőled függjön? Hogyan érheted el, hogy veled akarjon maradni? Abban az esetben, ha te is ezt akarod, ha ragaszkodsz ahhoz, hogy maradjon, ami egyébként meglehetősen kontraproduktív és önpusztító, újra meg újra meg újra elmondom, de ha ez a te választásod, akkor ezt tiszteletben tartjuk. Szóval térjünk végre rá, hogy hogyan érd el, hogy akarjon téged, és sose hagyjon el. Az első fontos dolog, hogy figyelj oda rán nagyon mindenre, amit mond, ugye mondtam, mindennel érts egyet, még akkor is, ha azt mondja Szemveknin szerint, hogy a tej fekete. A narcisztikus sosem téved. Ők az egyetlenek, akik változtathatnak azon, és meg is teszik, amit mondtak, vagy megígértek. Neked ehhez nincs jogod. Neked nincsenek admin jogaid. Te csak egy felhasználó vagy. Kliens, de semmiképpen sem adminisztrátor az ő életében. Ő irányítja a számítógépet, nem hekkelheted meg, nem léphetsz be, nincs jogod ellentmondani, egyet nem érteni. Még akkor sem, ha a lehető legkülönösebb, legbotrányosabb, leghülyébb, legellentmondásosabb, legökörebb kijelentést teszi. Nyugodtan írd le, ha volt ilyen berészed. Neked akkor is bólogatnod kell, méghozzá elszántan, vehemensen. Sőt, a viselkedéseddel még adnod is kell alá lovat. Nem kell, hogy higgy abban, amit mond, de hagyd, hogy ő ezt elmondja. A második számú tanács, kínálj neki valami olyat, amit senki más nem képes kínálni neki, amit máshonnan nem kaphat meg, ugye? Narcisztikus forrásra gondolok, ami neki számít. Ezek Szemveknin szavai, ne engem kövezzetek meg érte, ha a pervers szexet szereti, akkor légy pervers. Ha az ételeket, a hasát szereti, akkor főz, főz, főz és főz. Mindig legyél felkészülve arra, hogy tudj forrást kínálni neki. A jövőre is gondolni kell, különben nem lehetsz mellette sokáig. Nem csupán forrásnak kell lenned, hanem a források forrásának, a legjobb forrásnak, a lehetőségek adatbázisának. Neked kell lenned a Google-nek, a keresőmotornak. Ha olyan vagy, mint egy közbeszerző, azzal magadtól függővé teheted a narcisztikust. Minél inkább függ tőled, annál kevésbé bántalmaz. Ezt elmondom még egyszer. Minél inkább függ tőled, annál kevésbé bántalmaz. Annál kisebb a kockázata, az esélye annak, hogy el fog hagyni. Harmadik számú tanács. Legyél végtelenül türelmes, mivel ő egy gyerek, egy nagyon fiatal kisgyerek. A narcisztikusok mentális kora átlagban valahol 4 és 6 éves kor között van, néha kicsit több. Legyél hát vég nélkül türelmes. Emlékezz vissza a gyermekeidre, ha vannak. Emlékezz arra, amikor 4 évesek voltak. Hagyd, hogy a narcisztikus forrás szabadon áramolja felé, és őrizd meg a békét, amennyire lehetséges. Tanulj gyerekpszichológiát, olvas ilyen könyveket, használj a gyermekpszichológiában alkalmazott technikákat. Úgy kommunikálj vele, mintha egy kisbaba lenne. Adj határok nélkül, adj meg neki mindent. Lehet, hogy ez nem tűnik valami vonzónak, de ez kell ahhoz, hogy maradjon, mondja Szemveknin. Adnod, adnod és adnod kell, de számíts arra, hogy te viszont semmit nem fogsz kapni vissza. Mert a te pozíciód egy narcisztikus mellett az, hogy adj. A jutalmad ezért az lesz, hogy adhatsz.
Azt kell érezned, hogy azzal, hogy gondoskodsz valaki más igényéről, kiszolgálod a másikat, jelen esetben a narcisztikust, azzal a te igényeid is ki lesznek elégítve. Ez nem altruizmus, ez inkább az irányítás egyik formája. Adás általi kódependenciás irányítás. Oké? TKOK, ne felejtsd. TKOK Express, vagy pedig ez a kódependens gyors talpaló, vár most rád. Jelentkezz minél előbb. Ez a módja annak, hogy irányítani tud a narcisztikust. Minél többet adsz, annál jobban az ujjad köré tudod csavarni, annál jobban tudod manipulálni. A következő tanács: legyél érzelmileg és pénzügyileg teljesen független a narcisztikustól. Ez baromi nehéz, főleg az első része. Legyél érzelmileg független. Ezért kell megcsinálnod a TKAK-t és a sématréninget, hogy megtanuld, hogy ezek nem hozzá tartozó érzelmek, hogy ne tudja aktiválni, ne tudjon triggerelni, ne tudja aktiválni a te nyomógombjaidat. Mert iszonyatosan fontos, hogy legyél érzelmileg teljesen független a narcisztikustól, és pénzügyileg is. Legyél tehát érzelmileg független. Ne hagyd, hogy az érzelmeidet és a labilis hangulataidat ő szabályozza. Ehhez kell tudatossá válnod. Séma tudatossá. Ne tedd őt saját belső szabályozásod forrásává. Ha borderline vagy, menj el terápiába, pszichoterápiára. Ha függő vagy, menj el gyógyulni. Oké? Keres szakembert, keres intézményt. De ne tedd őt saját belső szabályozásod forrásává. Ezen felül pedig tegyél meg mindent, ez nagyon fontos, hogy szépen fokozatosan, pénzügyileg is függetlenné válj tőle. Azt mondja Sam Vaknin, ha kell, lopjál tőle egy kis pénzt, és tedd el. Én azt mondom, inkább spórolj egy kicsit, vagy végezz valami munkát, természetesen olyan helyre tedd a pénzt, ahol ő nem tudja elvenni, hiszen nagyon sok narcisztikus pénzügyi bántalmazó is. Tedd félre ezeket az esős napokra. Legyenek tartalékaid. Legalább annyi, hogy ha kell, egy albérletbe majd el tudjál menni. Vedd el, amire szükséged van a kapcsolatból. Vedd el az izgalmat is, és utasítsd vissza a csalódást. Utasítsd el a fájdalmat, a megbántást. Amikor a narcisztikus valami sértőt tesz vagy mond, vagy ostobaságot mond, vagy ha udvariatlan veled, ha érzéketlen, már pedig ilyen lesz. Mivel ő nem ismeri a határokat, nem ismeri azt, hogy ti külön entitás vagytok, két külön ember, olyan, mintha folyamatosan magához beszélne. Ez legyen az, amit megjegyzel a mai videóból. Amikor a narcisztikus bánt, vagy sértő dolgokat mond, fogd fel úgy, mintha magához beszélne. És ne vedd magadra, ehhez kell az, hogy legyél érzelmileg független. Ő tudod, kihez beszél? Az elméjében meglévő reprezentációdhoz beszél, aki rólad, ugye úgy hívja a Sam Vaknin a videóban, hogy snapshot, pillanatfelvétel, amikor megismerkedtetek, ő lefotózott téged mentálisan. Elképzel téged valamilyennek, te már rég nem olyan vagy. Már híztál, fogytál, változtál, elvégeztél képzéseket, iskolákat, tudom én. Bármi történt, de az ő fejében te még mindig az vagy, akivel megismerkedett, oké? És ő ilyenkor, amikor téged megaláz, leértékel, ehhez a belső entitáshoz beszél, a te belső reprezentációdhoz. Te csak egy belső tárgy vagy a számára, ezért a valóságban hiddel nem is bánthat, nem alázhat meg, nem sértegethet, tanulj, nézd a videókat. Ha nincs lehetőséged a képzésekre eljönni, akkor jegyzeteld ki ezekből a videókból a tudást. Vigyáznod kell magadra, mert ebbe bele lehet halni. Emlékszel a temetőben a dalra? Csak a jók mennek el. Ne halljál bele abba, hogy jó vagy. Ha szomatikus tüneteid vannak, ha komoly fizikai tüneteid vannak, vagy mentális, akkor lépj. Oké. Vannak olyan helyzetek, amikor pedig a visszakiabálása hatásos. Ez az úgynevezett tükörtechnika, amiről beszéltem a videó elején, ezt is Sam Vaknin találta ki.
De ezeket meg kell tartanod a különleges helyzetekre, különben nem lesz hatásos. Akkor erodálod a technika hatásosságát, hogyha állandóan alkalmazod. Ez olyan, mint az infláció. Ugye minél több pénzt nyomtatunk, annál értéktelenebb lesz. Minél többet kiabálsz rá, annál kevésbé lesz majd hatékony. Különleges alkalmakkor használd, csak akkor, amikor már úgy érzed, hogy a szakadék szélén állsz, és attól fél mondjuk, hogy a narcisztikus, attól félsz, hogy a narcisztikus elhagy. A csendelverés jobb, hagyományosabb válasz. Arra azonban figyelni kell, ha alkalmazod a csendelverést, tükrözöl, hogy ne vigyél bele érzelmeket, tehát az érzelmi függetlenedésedhez tanulnod kell. Megismerni magad, mivel vagy triggerelhető, mi a sémád, a te séma térképed, a te séma kémiád, oké? Okay? És ezeket meg kell tanulnod érzelemmentesen kezelni, ezeket a helyzeteket. Le kell ilyenkor válnod. Hidegnek kell lenned. Áthatolhatatlannak, apatikusnak, közönyösnek kell lenned. Azt kell mutatnod, hogy unod a banánt. Ha észszerű módon viselkedsz, akkor nagy az esély arra, hogy fogja magát és elsétál. Csak akkor élheted túl a narcisztikust, ha manipulációs technikákat használsz te magad is. A manipulációs technikákkal győzheted le, ellensúlyozhatod az ő manipulációit. Olyan ez, mint a harcművészet, amelyben az ellenség erejét, lendületét felhasználod az ő legyőzésére. Ha cerebrális narcisztikussal van dolgod, akit nem érdekel a szex, akkor mit tehetsz? Adhatsz magadnak egy esélyt vagy engedélyt arra, hogy megcsald, mondja Szemvekni. Titokban szexelhetsz valaki mással, lehet szeretőd, de ha ilyen van, csináld diszkréten, ne bántsd vele a másikat, ne kérkedj vele. Ha szexre van szükséged, akkor szexelj, ne tagadd meg a szükségleteidet. Ha ő nem adja meg neked, akkor minden jogod megvan ahhoz, hogy máshol elégíts ki ezeket a szükségleteidet, mondja Szemvekni. Tudom, hogy sokan ezzel nem értetek egyet, én itt most csak elismétlem az ő szavait. A cerebrális narcisztikus nem lesz közömbös a megcsalásra, ezért fontos, hogy ezt diszkréten és titokban csináld, és ne bukjál le. De ne tévezd össze a diszkréciót és a titkot a megtévesztéssel. A cerebrális narcisztikus és a párja amolyan nem szól szám, nem fáj fejem stílusban élnek egymás mellett, ne told tehát az arcába, de ne is tévezd meg. Nem kell megtéveszteni, mert nem fog rákérdezni. Elmész, hazajössz, oké, nem kérdez semmit, kit érdekel? Nem érdekli, hogy kivel vagy. Sőt, akár meg is könnyebbülhet. Úgy van vele, hogy ez egy kötelesség, egy feladat, legyen valaki másnak a problémája. Ha azonban a narcisztikusod szomatikus, akkor, ha te is szeretnéd, de csak akkor, itt most Szemvekni mondom, de ott van Barbara is, és ezt hozzá kell tennem, hogyha nem szeretnéd, akkor ne, mert nagyon komoly sérüléseket szedsz össze. Akkor csatlakozz hozzá mondjuk egy csoportos szexbe, ha ezt te is akarod. Győződj meg arról, hogy jól választottál, legalább te válasz jól, mivel a narcisztikus az válogatás nélkül összefeküdne bárkivel, amikor ez rajta van, ha szomatikus. Nem törődik a szexuális úton terjedő betegségekkel sem, azt mondja Szem, hogy ilyenkor jobb kontrollálni a helyzetet. Ez nagyon elkeserítő tanács, szerintem is. Elég lehangoló vagy sokkoló, hogy vegyünk részt egy édes hármasban, vagy menjünk el a swinger klubba, vagy menjünk bele a pervers szexbe, a megaláztatásba, a szadista szexbe. Hát ő így is úgy is megteszi. Vagy veled, vagy nélküled. Ha pedig nem vagy ott, akkor semmiféle irányításod nincs az események felett, nem tudsz róla, nem tudod, hogy kivel fekszik össze, és előbb-utóbb betegségeket fog hazavinni. Mindenféle szörnyűségeket fog csinálni, majd rád hárítja. Fizet is ezekért a dolgokért, lehet, hogy éppen a te pénzedből. Kontrollálhatod így őt, ahogy a gyereket is kontrollálja a szülő, és a narcisztikus kontrollálásnak az egyetlen módja, ha együttműködsz vele, ha része vagy a világának, ha kisajátítod. Ha a csoportos szexet szereti, mondja Szem, akkor vegyél részt benne. Ha az édes hármas szereti, legyél te az egyik a három ember közül.
Ha úgy érzi, hogy szexuális partnerekre van szüksége házasságon kívül, akkor add meg neki, hozd el az egyik barátnődet, vagy valaki mást, mondja. Nekem ezektől égnek áll a hajam. De a lényeg, hogy neked kell kontrollálni a helyzetet. Tudom, főleg a borderline típusú nők, hogy ebbe bele is mennek. A borderline-oknál, ez most nem szemanyaga, a borderline-oknál tudjuk, hogy nagyon nagy esetben van a múltban, a gyermekkorban fizikai trauma, szexuális trauma, vagy pedig verés, fizikális határátlépés. Éppen ezért a borderline személyek, és nem csak a személyiségzavarosokról beszélek, hanem borderline megküzdéssel rendelkezők, azok sokszor a testüket nem tekintik elég értékesnek. Ezért, ha a narcisztikus mellette borderline vagy, vagy rendelkezel ilyen tulajdonságokkal, akkor lehet, hogy számodra ez nem lesz nehéz feladat. Jó, tehát mindenki tegye helyre, és ha úgy érzi, hogy ez neki nem fér bele, akkor ne tegye. Oké. Tehát fontos, hogy a szexuálisan terjedő betegségek miatt is képbe legyél, meg zsarolási szempontból is. Ja, nagyon vigyázz arra, hogy ne készüljenek rólad kompromittáló felvételek. Oké? Erre tényleg vigyázz, hogy ne legyen a kamera valahova eldugva, bekapcsolva, stb. Ha egy mindent megoldó, mindent helyrehozó típus vagy, akkor ne a narcisztikusra fókuszálj, ez fontos, hanem a helyzetekre. Ne a narcisztikusra fókuszálj. Oldd meg a helyzetet, még azelőtt, hogy a helyzet komolyabbá válna. Ne a narcisztikust akart helyrehozni. Megjavítani. Két okból sem. Őt nem lehet helyrehozni, ez az egyik. A másik, hogy neheztelni fog rád. Rengeteg konfliktust fog kreálni, majd kidob, mivel ő ezt úgy értelmezi, hogy te kétségbe vontad a grandiózusságát. Ez konstant kétségbe vonása az ő grandiózusságának, szóval hagyd őt. Hadd csinálja, amit csinál, hadd csúszson, hadd figyelmen kívül. Fókuszálj a célokra, a célpontokra, a helyzetekre. Azt hozd helyre, amit helyre kell hozni. Ne az ő fixálgatására pazarold az időt. Nehogy elhidd egy pillanatra sem, hogy képes vagy helyrehozni őt. Nem fog megtörténni, kérlek. Nem azért, mert makacsok, hanem azért, mert őket egyszerűen nem lehet helyrehozni, ha valaki tényleg narcisztikus. Nem mindegyik problémának van megoldása. A narcizmus ilyen. Ez egy olyan probléma, amelynek nincs megoldása. Szemvetnén találta ki a kolterápiát, de az sem végleges megoldás. A kolterápia az egy kezelési módszer, amit Szem kifejlesztett, de nem gyógyítja a narcizmust. Csak kiiktatja a grandiózusság iránti vágyat, lerombolja a hamis ént, felnevel, vagy növeszt egy új hamis ént. Tulajdonképpen beszélgettem Szemmel erről, azt mondta nekem, hogy Barbara, a narcisztikusból borderline csinálok. Kolterápia által. Oké, ennyi az egész. Van olyan, amit helyre lehet hozni, az, ha segíted a narcisztikust abban, hogy tudatába kerüljön a saját állapotának, de ezt ne úgy tett, hogy azt mondd neki, hogy drágám, hát te egy állat narcisztikus vagy, hanem ezt is tett fokozatosan, finoman, türelmesen, szeretettel, együttérzően. Nem fejjel a falnak, nem konfrontálódva, nem narcisztikus módon, nem grandiózusan, hanem fokozatosan hoz tudatára az állapotát. De ne negatív módon, ne sértegetésekkel, ne a veszekedésetek alatt érd ezt el. Alkalmazd a pozitív pszichológiát. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki egy fogyatékos vagy mozgássérült egyénnel él együtt, akivel képes nyugodtan, érzelmektől mentesen beszélni arról, hogy milyen korlátai és előnyei vannak az állapotának, és azt is, hogy ti ketten együtt hogyan tudtok ezen feltételek, ezen tényezők mentén létezni. Az emberek ilyenkor azon vannak, hogy megpróbáljanak együtt élni az állapottal, nem pedig azon, hogy valahogy megszüntessenek egy olyan állapotot, amit nem lehet. Ha valakinek négy lába van, mondja Szem, akkor az egyetlen dolog, amin változtatni tudsz, az a kerekes szék. Elég hülye példát hozott föl egyébként. Végül egy nagyon fontos dolog, ismerned kell magadat. Tudatosnak kell lenned. Az a baj, hogy túl sokat fókuszálsz ő rá. Ugye, kódependens vagy. Kívül van a fókusz, nem magadon. A legtöbb áldozat
túl sokat foglalkozik a bántalmazóval. Ezt tanuljuk meg a TKAK-án helyrehozni, meg ezt fogjuk csinálni a kódependens gyors talpalón is, december 2-ától. Megtanulod azt, hogy levedd a fókuszt róla. Ez nem azt jelenti, hogy ott kell hagynod feltétlen, hanem megtanulod a helyes arányokat. Önmagaddal is megtanulsz foglalkozni. Ugye a legtöbb áltozat az a bántalmazóra fókuszál. Elutasítják, elismerik, elutasítják azt, hogy beismerjék, hogy ők maguk miként járultak hozzá az egész helyzethez, történtekhez. Te is kellesz a bántalmazó helyzethez, a te traumáid is kellenek, a te gyerekkorod is kell, a te kódependenciád is kell. Ezt bőszen tagadják, és sokan tök ellenségesek a narcizmussal kapcsolatban. De ismerned kell magadat. Ez az erő forrása, a tudás hatalom. Tudnod kell, ismerned kell, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket te kiveszel ebből a kapcsolatból. Amiért neked ez az egész jó? Tedd fel a kérdést magadnak. Mi a jó nekem ebben? Mazohista vagyok, vagy kódependens? Gondolkodj el ezen, hogy miért olyan vonzó számodra ez a kapcsolat. Miért érdekes, miért értékes? Vedd végig, hogy számodra milyen jó vagy hasznos dolgokra teszel szert e kapcsolat által, de azt is vedd végig, oké? Pro-kontra, hogy mi az, ami káros, ami rossz neked. Alakíts ki olyan stratégiákat, amelyekkel minimalizálni tudod a kárt. Tanulj meg határokat állítani. De ehhez szeretned kell önmagad, empatikusnak kellened önmagaddal. Ezeket tanuljuk a TKAK-án is. Hogy minimalizáld a fájdalmat, amelyet okoz neked. Ne várd azt, hogy kognitíven, csak dumával, képes leszel észszerű, logikus beszélgetést folytatni egy narcisztikussal. Ez nem fog megtörténni. Ne várd azt, hogy meg tudod változtatni, hogy egyezkedhetsz vele, hogy kompromisszumot fogsz kötni. Ő így is úgy is megszegi az ígéreteit, a szerződéseket. Mert nem következetes. Nem lehet szerződésben állni olyannal, aki az egyik létezésből jön, a másikba megy. Akinek a szemében te nem is létezel. Hogyan lehet fenntartani a folytatólagosságot az állandó következetlenségben és disszociációkban? Ez reménytelen. Ne kösd semmiféle egyességet a narcisztikussal, most nem a válásra gondolok, amit az ügyvéd előtt aláírtok, mert a hatóság az más, mint te vagy, tehát nem erre gondolok, hanem a párkapcsolaton belül ne várjál tőle ígéreteket, ne gondolkodj jó döntésekben sem. Hiszen mi értelme van tárgyalni egy 4 évessel? Lehet, hogy lesz egy icipici sikered, és mérsékelni tudod a szörnyen bántalmazó káros viselkedését, azt a viselkedést, ami hatással van rád, és ami a megváltoztathatatlanságból fakad, abból, ami a narcisztikus valójában, ami a narcizmus eszenciája, lényege. A viselkedését meg lehet változtatni. Te is képes vagy erre, de csak bizonyos szinten. Ezért mondom azt, hogy ne legyenek nagy elvárásaid. Csak akkor sikerülhet, ha valaki egy nagyon őszinte kapcsolatban él, ahol a felek bíznak egymásban és nyitottak egymásra. Most pedig szeretnék néhány további megoldási lehetőséget kínálni nektek. Itt vagyunk az év végén. Ezeket vehetitek újévi fogadalmaknak. Ugye a fogadalmak, mint tudjuk, igencsak törékenyek, és kérészéletűek is tudnak lenni. A bántalmazás áldozatai azonban nem engedhetik meg maguknak az ilyen fölényes hozzáállást. Mentális és igen gyakran fizikális egészséged is attól függ, hogy mennyire tudod betartani a következő ígéreteket 2024-ben saját magadnak. Vagy ha majd később hallgatod ezt a videót, akkor a elkövetkezendő évben. 1. Méltósággal fordulok saját magam felé. Megkövetelem a tiszteletet. Senkinek nem hagyom, hogy tiszteletlenül bánjon velem. 2. Egyértelmű és világos határokat szabok, és tudatom a többi emberrel, hogy mi az, amit megengedek, mi az, ami számomra elfogadható, és mi az, ami nem. 3. Nem tolerálom a bántalmazást. Nem tolerálom az agressziót.
annak egyetlen, semmilyen formáját sem. Ha ez mégis megtörténik, akkor keresem annak a lehetőségét, hogy miképpen lehetne véget vetni neki azonnal és egyértelműen. Ha nem sikerül, akkor fogom magam is elsétálok. 4. Asszertív és egyértelmű leszek, az asszertivitás önérdekérvényesítést jelent, a saját szükségleteimet, kívánságaimat illetően és arra vonatkozóan is, hogy mit várok el a többi embertől. Nem leszek arrogáns, de határozottan és magabiztosan lépek fel. Egyensúly, ugye? Nem leszek túlságosan szerény és alázatos, de önző és grandiózus sem. Nem leszek narcisztikus, nem leszek rátarti. Szeretni fogom magam, törődni fogok magammal. Én vagyok az első, a szó legjobb értelmében. Ahhoz, hogy mást szeretni tudjak, először magamat kell szeretnem. Ahhoz, hogy törődni tudjak másokkal, először magammal kell törődnöm. 5. Jobban megismerem magam. Elkezdek tanulni magamról. Én leszek saját magam projektje. 6. Úgy fogok bánni az emberekkel, ahogy szeretném, hogy ők bánjanak vele. Ez egy ősi bölcsesség. Önvizsgálatba kezdek. És az utolsó, a 7. Fontos. Ha azt veszem észre, hogy mások rendszeresen tiszteletlenek velem, rendszeresen bántalmaznak, rendszeresen figyelmen kívül hagyják a határaimat, megszegik, akkor a no-contact technikáját választom. Szakítok. Megszakítom a kapcsolatot a bántalmazóval haladéktalanul. Zéró tolerancia van a bántalmazással szemben. Egy húzás után repül. Nincs második esély. Így védem meg magam. És a gyerekeimet is, ha vannak. Nagyon sok sikert kívánok neked, ha egy narcisztikussal vagy együtt, nagyon sok erőt kívánok neked, ez sosem egy könnyű menet. Vannak, akik azt hiszik, sajnos, hogy minden kapcsolat ilyen, és csak így lehet élni, mert ebben nőttek fel. Nekik annyit mondanék, hogy tévednek. Ez nem így van. Azt mondja Sam, hogy rengeteg busz jár a városban, amelyre fel lehet szállni. De ha te ragaszkodsz ehhez az egy buszhoz, amelyik ennyire piszkos, ennyire fertőzött, hát legyen. De akkor legalább utaz rajta, biztonságban, úgy, ahogy kell. Amíg nem késő, kezdj el magadba fektetni. Én most tehát a kódependens gyors talpalóra tudlak legközelebb fogadni, 2023. december 2-án indul, és csak 45 perc egy rohadt hétvégén. Fektess már ennyit önmagadba, a 30 000 forintra sem mondhatod azt, hogy nem tudom megfizetni. Egy nagyon jó képzés lesz. December 31-én pedig a komplex TKOK Express képzésem indul. Most először, az vasárnapi napokon lesz, 4 vasárnap, 7-től 11-ig. Azért tettem december 31-re, mert pontosan ez a célom, hogy úgy menj át a következő évbe, hogy már van kapaszkodód. Mert az első alkalom már ilyen lesz, jó? Tehát várlak erre, aki pedig szeretne még tovább menni, sématudatossá válni, megismerni a saját sémáit, meg a párja sémáit, meg a gyereke sémáit, meg az anyukája sémáit, az jöjjön el a gyorsítósáv 2-re, ahol a sématréning 1 és a sématréning 2-t fogja egyszerre tanulni, ez január 20-án szombaton reggel 7-től 9-ig lesz, és 18 héten át, 5 hónapon keresztül folytatódik, most akciós még. Jelentkezni tudsz itt a videó alatt is leírt e-mail címen, iroda.lifechanger@gmail.com. Remélem, hogy tudtam ma segíteni, és kérlek, vigyázz magadra, mert te vagy a legfontosabb.